Megkezdődött a 2021-es év költségvetésének összeállítása Bátaszéken. Első körben számba vették, hogy várhatóan milyen bevételekből tudnak majd gazdálkodni az idei évben. Az államkincstár értesítését is megkapták, miszerint 50 millió forinttal fog nőni Bátaszékváros önkormányzatának központi bevétele. Ez többek között annak tudható be, hogy ebben az esztendőben már nem érvényesíti a kormány az úgynevezett beszámítást, ami egy általános költségvetési hozzáállás volt a települési önkormányzatok részéről. Ez egy pozitív dolog. Nőnek az egyes területeken a támogatások, általánosságban ezt lehet mondani. Van olyan terület sajnos, ahol csökken, például a szociális ellátások területén a tavalyi 20 millióval szemben idén csak 7 millió forintot fog a város ezen a jogcímen kapni. És hát ebben az esztendőben első alkalommal egyfajta szolidaritási hozzáállási adó megfizetésére vagyunk kötelesek. Viszont mindent összevéve, alapvetően, ahogy említettem, mintegy 50 millióval fog nőni mégis a város központi támogatása a 2020-as esztendőhöz képest. Ugye fontos bevételi forrása az önkormányzatnak az adó, hiszen ezek azok a bevételek, amelyek az állami támogatás mellett azért markánsan meghatározzák a lehetőségeinket. Ugye előzetes bejelentések alapján mintegy 50%-os mértékben csökkenés várható az iparőzési adó tekintetében, hiszen az adónak a mértékét 50%-ra mérségelte a kormány a 2021-es esztendőben, és ez alapvetően a kis és közepes vállalkozásokat érinti. Mi megpróbáltunk egyfajta modellezést végezni, hogy ez mit is jelentene, hiszen Bátaszéken a 19 évi árbevételek figyelembevételével 47 nagyvállalkozást tartunk számon, viszont 527 kis és közepes vállalkozást, ami azt jelentette a bejelentés alapján, hogy az iparűzési adónk 2020-ban mintegy 310 millió forint volt, ez 21-re visszacsökkenne 200 millió forintra, hiszen ezek a kedvezmények, ezek ilyen mértékben érintenék az önkormányzatot. Január 14-én a magyar kormány bejelentette, hogy a 25 ezer fő alatti önkormányzatok iparűzési adóból származó bevételének kieső részét megtéríti. Két egyenlő részben, legkésőbb június és október hónapokban. Ez alapvetően azokra fog majd vonatkozni, illetve olyan mértékben fog vonatkozni, hogy azok, akik február 25-ig nyilatkozatot tesznek, hogy igénybe kívánják venni a kedvezményüket, az így kiesett bevételt fogja alapvetően a kormány a 25 ezer fő alatti önkormányzatoknak megtéríteni. A mi esetünkben ez várhatóan mintegy 70 millió forintot fog majd jelenteni. Kiadási oldalról alapvetően egy nagyon óvatos költségvetéssel tervezünk. Fő feladatunk az, hogy megtartsuk a dolgozóinkat, hiszen azért a járványügyi intézkedésekből adódóan vannak olyan területek, ahol csökkentett feladat ellátást végzünk. Többek között mondjuk például a tanúszoda, amit be kellett zárni, szeretnénk az ottani dolgozóinkat is megtartani. Más típusú feladatokat látunk el oktatási intézményekben, takarítási feladatban. Tehát elsődlegesen arra törekszünk, hogy minden dolgozónkat megtartsuk a 2021-es esztendőben. Törekszünk majd arra, hogy legalább infláció mértékben próbáljuk a fizetésüket szinten tartani. Meglátjuk, hogy erre a lehetőségeink mik lesznek, és alapvetően intézményi működésben gondolkodunk elsősorban a 2021-es esztendőben. Tehát ahhoz szeretnénk forrásokat biztosítani, hogy zavartalanul tudjuk valamennyi intézményünket működtetni, minden olyan kiadást tudjunk biztosítani, ami ahhoz kell, hogy ők változatlan szakmai színvonalon tudják ellátni majd a feladatukat. Városüzemeltetési feladatok tekintetében szeretnénk legalább a 2020 évi költségeket biztosítani a feladatellátáshoz. Fejlesztések tekintetében elsősorban azokat a fejlesztéseket kívánjuk finanszírozni, amelyekre az önkormányzat már 2020-ban kötelezettséget vállal és áthúzódik 2021-ben. Nem tervezünk nagyobb beruházásoknak az indítását, mindaddig, amíg biztonságban nem látjuk a 2021-es költségvetésnek a bevételi oldalát. Amennyiben ezek a források rendelkezésre állnak, mivel folyamatosan kapcsolatban vagyunk a képviselőtársakkal, a szükséges döntéseket ennek függvényében fogjuk majd meghozni.
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervének előkészítése is folyamatban van már. A városüzemeltetési feladatokat ellátó Bátkom Kft. Üzleti terve azt lehet mondani, hogy összeállt. Itt 3%-os bérnövekedéssel kalkulálunk, illetve azzal tervezünk, hogy a város legalább a 2020-as szinten kívánjuk üzemeltetni, olyan szempontban, hogy az útjainkat, hídjainkat, zöld területeinket szeretnénk tényleg olyan mértékben rendben tartani, ahogy ezt 2020-ban is tettük. Ez jelen pillanatban azt eredményezi, hogy nagyjából ugyanakkora összegben fogjuk finanszírozni a városüzemeltetési feladatokat ellátó Bátkom Kft-t, mint 2020-ban. Marketing Kft. Üzleti tervének készítése is folyamatban van. Itt óvatosság elve alapján fogunk itt is dolgozni, ami azt jelenti, hogy bérek tekintetében itt is a reálértéknek a megtartására törekszünk, azaz mintegy 3%-os bérnövekedéssel kalkulálunk. A rendezvények első féléves költségeire nem fogunk leszerződni a Marketing Kft-vel, hanem az önkormányzatnál céltartalékba helyezzük ezt az összeget, ha és amennyiben mégis lehetne, akkor attól függően, hogy a rendezvények hogyan kerülnek sorba, ezeket a forrásokat biztosítjuk majd a Marketing Kft-nek, de alapvetően főszabályként arra készülünk, hogy csak a második féléves rendezvények megtartására lesz lehetőség, ezekhez pedig a forrásokat maximális mértékben biztosítani tudjuk. Emellett ugye ellátja azokat a közművelési feladatokat is a Marketing Kft., ami intézmény működtetést és üzemeltetést jelent. Az ő esetében egy jelentős feladat a tájháznak a megújítása lesz, hiszen napokon belül megkezdődik a tájháznak a felújítása. Az épület kipakolása már a szakemberek bevonásával már megtörtént, biztonságba helyeztük a kiállítási tárgyakat, és bízunk benne, hogy az év második felében a felújítás követően régi pompájában látogatható lesz majd a tájház. Az éves költségvetés 1,4 és 1,6 milliárd forint között mozog. Alapvetően, mivel a 2020-as évben lezártuk azokat a pályázatokat, amelyek a város költségvetésében markánsabb főszegekkel szerepeltek, úgy nagyjából azt kalkuláljuk, hogy 1,4 milliárd forint környéki összeg lesz a költségvetésnek a főszege. Ezt próbáljuk majd úgy elosztani, hogy minél kisebb érdeksérelem szülessen, tehát lehetőségek szerint tudjuk működtetni a civil szervezeteket. Nagyon fontosnak feladatnak tartjuk, hogy a szociális ellátás területén stabil forrásokkal rendelkezzünk. Az ottani számokat figyelembe véve mintegy 30 millió forintra tervezzük jelen pillanatban a szociális ellátásoknak a főösszegét, amelyben biztosítjuk a különböző támogatásokat, segélyeket, ösztöndíjakat, oltási programot, minden olyan dolgot, amelyet korábban bevezettünk, és szeretnénk 2021-ben is folytatni.